Nyolcadik alkalommal rendezte meg a nagy olvasási kihívást a Mogyorósi János Városi Könyvtár. A verseny célja az volt, hogy február 20-a és szeptember 30-a között 25 témában kellett egy-egy könyvet elolvasni. Tudtunk volna ajánlani, persze mindenféle könyvet is lehetett volna választani. Jellemző egyébként, hogy általában azokat a könyveket fogadják, amiket mi ajánlunk. De volt olyan, például Ázsiában játszódó regényt kellett olvasni. Volt olyan feladvány, hogy egy négy szóból álló című könyvet kellett választani, terjedelmi határozások is voltak, volt a felnőtteknél 400 oldalas könyvet, legalább 400 oldalas könyvet is el kellett olvasni, a fiataloknál 40 oldalasat. Szóval sok minden feladvány volt. Idén 50-en vágtak neki a megmérettetésnek, végül 40-en teljesítették a kihívást. Dési János kiemelte, a teljesítés igazolása nagyrészt mindenkinek a becsületességén múlott, viszont el kellett készíteni egy olyan ajánlást, melyből kiderült, hogy valóban elolvasta-e a résztvevő az adott könyvet. Általánosságban elmondható, hogy azok, akik évről évre jelentkeznek a kihívásra, valamennyien szenvedélyes olvasók. Már nem először indulok, több sokat gyára, és a Karl May könyveket szeretem. Volt olyan is, hogy egy kék színű könyvet kellett elolvasni, valamint egy olyat, melynek története az űrben játszódik. Dósa Gáborné gyermekkora óta szeret olvasni. A nagy olvasási kihíváson szinte minden évben részt vett. Amióta csak olvasni tudok, a bátyám, Méhai bátyám szeretette meg velem a könyveket, és ővele is állandóan versenyben voltunk. 6 évkor különbség volt közöttünk. Kunya István alpolgármester kiemelte, az alapvető kultúránk szerves részének kell lennie az olvasásnak ahhoz, hogy kifejezzük magunkat. Nagyon fontos számomra az olvasás. Én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy az embereknek a gondolkodása, a képi világa, főleg a kisgyermekek esetében megfelelőképpen fejlődjön, ahhoz kellenek a nem készen kapott információk. Mi az, hogy nem készen kapott információ? Amit nem a tévében, nem a tableten, nem a laptopon, nem az okostelefonon lát és hall, hanem az ő kis képzeletvilágában, az ő kis gondolatvilágában megjelenik. Akár egy mesei figuráról legyen szó, akár bármilyen más történetről. Nagyon fontos az, hogy olvasson a gyermek, mert ezáltal fejlődik, még egyszer mondom, nem csak a szókincse, hanem az a képi világ, ami aztán később meg fogja határozni a felnőtt életét. A kihívást teljesítő 40 olvasó különböző ajándékot vehetett át.